Ezt a videót azért készítem így az utolsó, reménység szerint utolsó csak online istentiszteletünk előtt, hogy egy kicsit megmutassam azt a folyamatot, ahogyan egy ilyen online istentisztelet összejött, összeállt. Hiszen ez nem csak egy csettintésre áll elő, nagyon sokat készültünk erre, nagyon sok ember munkája van abban, hogy hétről hétre talán mindig egy kicsit jobb, egy kicsit ügyesebb, egy kicsit gond nélkülibb legyen ez a történet. Bella Péter, a Gyűrűk Barát Ménfőcsanaki Református Misszió vezetője készítette ezt a videót arról, hogyan készültek az elmúlt időszakban az online istentiszteletek. A Református Egyház nem tartott személyes istentiszteleteket a koronavírus járvány miatt, ezért volt szükség arra, hogy a hívek az online térben követhessék lelkészüket. Megmutatom az íróasztalomat, bibliák, jegyzetek, tollak, a laptop, és sok minden más. Bella Péter nem csak a vasárnap 10 órás istentiszteletet, de az erre való felkészülést is bemutatta. Este 9, a prédikáció nem csak a gépben van, de ki is van nyomtatva. Majd egyre közelebb ért magához az eseményhez. Az első nagyon fontos eleme természetesen a kamera. Ezt jó előre bekapcsoljuk a beállítások miatt. Ez veszi az úrasztalát. Végül pedig az utolsó próbák következtek. Itt már zajlanak a próbák, éppen az ének és az orgona. A hangosítást állítjuk be éppen. A lelkész fontosnak érezte, hogy bemutassa, mennyire összetett folyamat volt, mire egy istentisztelet elkészült. Továbbá arra is fel akarta hívni a figyelmet, hogy más gyülekezetek is hasonló lelkesedéssel dolgoztak. Ezt akartam megmutatni, ezt a folyamatot, hogy ez nem magától értetődő, hogy emögött technikai háttér van, de ami még fontosabb, valódi emberi háttér. Van, akivel együtt heteken keresztül dolgoztunk, hogy ez így meglegyen. Tényleg nagyon sokan segítettek, tehát ez az első ok. A másik ok pedig az, hogy kicsit arra mutassak rá, hogy rengeteg gyülekezetben zajlik ehhez hasonló munka. Azt mondja, a hívők lelkesen követték az élőadást, az idősebbek közül pedig volt, aki ennek hatására tanulta meg az internet használatát. Érdekes, van, akitől még nem tudtunk visszajelzéseket, nemrég egy online kérdőívet küldtünk ki, hogy legalább legyen valami feedback, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitív volt a válasz. Nagyon sokan becsatlakoztak, főleg akkor, amikor már mi is fejlődni tudtunk, hiszen időközben azért próbáltuk fejleszteni a rendszert, egy igazi, élő, jó minőségű közvetítés tudjon lenni ez az istentiszteleti közvetítés. Szóval nagyon sokan azt mondták, hogy nekik ez nagyon sokat jelent, be tudnak kapcsolódni. A Református Egyház most úgy döntött, a templomok ajtajai a hétvégétől újra nyitva állhatnak a hívek előtt, azonban minden gyülekezet maga dönthet, milyen tempóban szeretne nyitni. Nagyon fontos a fokozatosság, tehát nem az történik, hogy egyből visszaállunk. Mi nálunk is nem csak egy istentisztelet lesz 10 órakor, hanem 8 órakor és 10 órakor is, hogy jobban, vagy kevesebben legyünk együtt. Aztán próbálunk hát még vigyázni egymásra, tartani a megfelelő szabályokat, viszont az élő közvetítést megtartjuk, hiszen nagyon sokan még mindig nem fognak tudni eljönni, és van még egy nagyon érdekes mellékhatása ennek a közvetítésnek, hogy olyan gyülekezeti tagok vagy családtagok, akik mondjuk külföldön élnek, messze élnek, azok is be tudtak virtuálisan kapcsolódni. A legtöbb helyen tehát vasárnaptól újra részt lehet venni a Református Egyház közösségi életében személyesen is. Az online kapcsolat azonban Bella Péter szerint arra is megtanította a gyülekezeti tagokat, hogy a közösségek folyamatos kapcsolat és összetartása személyes találkozás nélkül is lehetséges.